Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Köszöntöm Önöket, ez a TERC PC-mentes közéleti műsorunk, viták, szokások, társadalmi jelenségek, konzervatív olvasatban. Földi Kovács Andrea vagyok, már is kezdünk. Nemrégiben hazánkban járt Geert Wilders, a holland szabadságpárt vezetője úgy látja, jelenleg súlyos fenyegetést jelent az iszlám Európára. Őt is, mint sok más megszólalót, akik szerint bizonyos kultúrák több értéket hordoznak, mint a többi, rasszistának bélyegzik. A multikultúra ideológiája ugyanis azt akarja éreztetni mindenkivel, hogy minden kultúrában egyenlően vannak jelen a szabadságjogok, a demokratikus értékek, a méltóság és a szabad akarat lehetősége. De vajon így van-e? Minden kultúrára és vallási közösségre egyaránt vonatkoztatható-e a vallásszabadság, a valláskritika, és mindegyik felekezet vagy világvallás képviselői között működik-e a vallásközi párbeszéd? Ez tehát mai témánk, vendégeim pedig Márfi Gyula veszprémi érsek és Lukács Tamás ügyvéd, volt KDNP-s országgyűlési képviselő. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét. Kezdjük egy aktualitással. Ugye utolsó szakaszához érkezett az ENSZ globális migrációs paktumának elfogadási folyamata, és a formálódó paktum vezérlő erve szerint a migráció valamennyi formája hasznos lehet a befogadó társadalmak, és így akár a globális közösség számára is. Ugye a dokumentum legfőbb célja éppen ezért az, hogy megteremtse a tervezett és menedzselt bevándorlás globális folyamatát, globális kereteit. Na most az anyagban is tetten érhető egyfajta multikulturális szemlélet. Mit gondol érsek, atya, magáról az ENSZ közgyűlésről, az itt formálódó vitáról, illetve paktum? Hát ugye az a helyzet, hogy multikulturalizmusról beszélnek, ugyanakkor egy totális monokultúrát akarnak betelepíteni Európában. Mert azért akármennyire is tiszteljük a muszlimokat, illetve az iszlámot, az iszlám az nem tűr meg maga mellett más kultúrát. Tehát a mi hangszereinknek nagy része például muszlim államokban nem használható. A élőlények ábrázolása például nem megengedett, és miközben mi tiszteljük az ő kultúrájukat, szó sincs róla, hogy ők tisztelnék a miénket. Úgy csak azt tudom mondani, hogy ez a pluralizmus, ez a multizás, ez nekem nagyon gyanús. Hogy más nem mondja, itt van például gender ideológia. Tehát alapvető pluralitást, férfi és a nő kettősségét végül is, mintha meg akarnák szüntetni. Vagy itt van például európai államoknak a sokszínűsége, olvadjanak be az Európai Egyesült Államokba. Tehát nekem ne jól beszéljenek multikulturalizmusról azok, akik egy totális monokultúrát akarnak megvalósítani. Most az ENSZ fórumon merült fel ez a javaslat, illetve formálódik ez a migrációval kapcsolatos paktum, de hát ez nem egy új keletű jelenség, illetve nem csak az ENSZ fórumán keletkeztek vitaanyagok, illetve megoldási javaslatok. Mire emlékeznek? A kérdése világjelenségként kell foglalkozni, és nem európai jelenségként. Azzal odáig egyetértek. A multikulturalizmus az nem egy szerves történelmi fejlődésnek az eredménye, hanem a második világháború, beleértve a holokausztot is, demográfiai problémái, a gyarmatbirodalom felbomlása, a Marshall-terven keresztül az amerikanizáció, és legvégül a munkaerőpiaci szükségletek. Ez Nyugat-Európa, amiből egyetlen feltétel nincs Kelet-Európában, tehát a mi tudatunk ebből a szempontból a déli harangszó. És akkor, hogyha maradjunk még az előzményeknél, ugye az ENSZ világfórum európai fórumokon volt-e előzménye a migráció, mint gondolat, vagy mint támogatandó jelenség elfogadtatásának? Persze, hogy volt, de hadd menjek még régebbre. 1974-ben volt a pakisztáni Lahorban egy muszlim államok világkonferenciája, és ottan már Huari Boumediene, az akkori az iszlám világkonferenciának az elnöke, azt mondta, hogy eljön az idő,
amikor tömegek fognak megindulni a déli féltekéről az északi féltekére. Nem barátkozni mennek, hanem hódítani. És hódítani is fognak, méghozzá gyermekeik által. Az anyák méhén keresztül fogjuk majd meghódítani a világot. Majdnem szó szerint ezeket mondta, tehát ez már a muszlimok már 74-ben elhatározták, hogy megindítják a muszlim tömegeket Európába, mert látták azt, hogy Európában van egy vákuum, egy szellemi és demográfiai légüres tér. Tehát most itt a lehetőség, hogy elfoglalják. Azon kívül ugye az Európai Unió illetékesei is valamilyen oknál fogva ezt támogatják. Tehát itt van ugye egy kiadványuk, amelynek a címlapját látjuk, mert ez is sokat mondó van rajta, ugye egy minaret, meg a 12 csillag, és aztán az, hogy helyet kell találni az iszlámnak Európában, és hát, hogy kölcsönös kulturális kapcsolatokat kell létrehozni a bevándorlók és a befogadók között. Minden esetre én nekem, mint katolikus püspöknek, van egy olyan félelmem is, hogy az egész mögött nem csak Európa iszlamizációjának a szándéka áll a muszlim államok részéről. Tehát itt van az, ahogyan hallottuk már az előbb, hogy Szaúd-Arábia, Kuvait, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek, amelyeknek rengeteg pénzük van. Hát az európai nagy sportklubok, a Real Madridtól kezdve a Manchester Cityig, meg a Paris Saint-Germainig, mind az ő kezükben vannak, de nem fogadnak be egy sem úgynevezett menekültet sem. Nyilván azért, mert ide akarják őket küldeni Európába, másrészt pedig ugye az európai vezetők, meg én úgy látom, sok-sok jelből, hogy valamiképpen Európa dekrisztianizálódásában érdekeltek. Atya álláspontját ismerjük, ugye a nyilatkozataiból sok bírálatot is kap ezért. Ön egy korábbi előadásában úgy fogalmazott, hogy vallási értelemben ez a tömeges migráció tekinthető egyfajta iszlamizációs folyamatnak is. Más lenne a véleményük a migrációról akkor, hogyha nem muszlim tömegek áramlanának be az európai kontinensre? Itt előbb ugye említettem, hogy nem csak a muszlimmal van dolga, hogy akik útra kelnek, azok nem a legszegényebbek. Tehát a probléma nincs kezelve, és két oldalú a probléma. Az igazi probléma, hogy azért merül fel ez a kérdés, az iszlamizáció kérdése, mert a mi saját identitásunk csökkent nagy mértékben Nyugat-Európában, az az elvallástanulási folyamat nagyon is tudatos. Szent II. János Pál rámutatott arra, hogy a kelet- és nyugat-európai közeledés minden pozitívuma ellenére egy nagy veszély fenyegeti Kelet-Európát, hogy akik a szorongattatásból jöttek és megőrizték nemzet és vallási értelemben az identitásukat, ezt fogják elveszíteni ebben a kapcsolatban. Tehát a Kelet-Európa és a Nyugat-Európa tudata ebben a kérdésben teljesen más, és ha igazán védekezni akarunk az iszlamizáció ellen, akkor saját identitásunkat tudjuk megerősíteni. Az iszlámban nincs individuum, az iszlámban csak umma, közösség van, és ezért könnyen mozgatható. De mégis mondhatnánk, amikor... hogy kolhozvallás. Az iszlám az, amit hallottam, tehát minden, amit hallok róla, az igaz, és igaz az ellenkezője is. Hiszen volt egy korszak a 7. században, amikor kultúra közvetítő szerepe volt, ez a keresztes háborúkkal, később az oszmán birodalommal változott meg. A kelet-európai tudat ebben a déli harangszó, az itt élő népeknek a tudata a déli harangszó fejezi ki. Ugye most az iszlámról, mint közösségről, illetve beáramló tömegről, mint a migrációs hullám egyik résztvevőjéről beszéltünk, de hát mégiscsak azért itt személyekről van szó, szerencsétlen sorsú emberekről. Miért mások ők, mint bármelyik másik menekült, aki mondjuk a jobb élet reményében Európába jön? Tehát ők is Isten teremtményei, nem? Hát azért még az előző kérdéshez hadd mondjak annyit, hogy ugye az iszlámot ismerni kellene kicsit jobban, mint amennyire ismerjük. Az utóbbi időben sokat foglalkoztam, nem kommentárok azok, engem nem érdekelnek. Engem érdekel a történelem, a tények, és érdekelnek az iszlámnak a forrás szövegei. Nem csak a Korán, hanem az úgynevezett szíra, a Mohamednek az élete, és a hadiszok,
a mohamedi hagyományok, és a szíra meg a hadisz, ezek adják a szunnát. És mint tudjuk, a muszlimoknak 83% a szunnita, számukra ezek is szent könyvek. Tehát amit leírnak Mohamedről, az követendő példa. És az iszlámnak a terjesztése, ez a, amit kis dzsihádnak is mondunk, ez igenis a muszlimoknak kötelessége, ez vastagon bent van a Koránban is, bent van a szunnákban is. Most aki ezeket nem ismeri, az beszélhet össze-vissza, még kritizálhat bárkit, akár engem is. Én különben minden kritikát tiszteletben tartok, de elvárom, hogy az én véleményemet is tartsák tiszteletben. Tehát ugye ahhoz kell ismerni, és akkor valóban az ember azt látja, hogy a muszlim világ az ilyen szempontból egészen más, mint a buddhista, vagy a hindu, vagy a tao, vagy akár a sintónál is, és különbözik, meg a kereszténytől is különbözik. Tehát őnekik, a muszlimoknak igenis kötelességük az iszlámot terjeszteni, és ahogy hallottuk, a iszlám terjesztése az nem karizmatikus misszionáriusoknak a feladata, hanem fanatizált tömegeké. És ezért van az, hogy az asszonyok méhén keresztül gyermekeinkkel fogunk majd hódítani. Ezt mondják is egyébként muszlimok, őszintén megmondják egyesek, hogy Poitiernél megállítottatok bennünket, 1732-ben volt, Bécsnél megállítottatok bennünket 1683-ban, de most nem fogtok megállítani. Tehát valóban az, hogy muszlimok jönnek és nem más vallásúak, ez valóban lényeges különbség. Ezzel most nem akarom bántani a muszlimokat, mert hogy Európában létrejött a légülesség, ez nem az ő bűnük, hanem a miénk. Amiről most érsek, hogyha beszélt, valami hasonlót fogalmazott meg 2006-ban egy regensburgi konferencián 16. Benedek pápa. És ő is ezt kifogásolta, ugye, a nagy világvallások elemzése után megállapította, hogy az erőszakos térítés elleni döntő érv az, amit fel lehet hozni az iszlámmal szemben, tehát hogy az erőszak ellentétes Isten lényegével és a lélek lényegével. Vajon miért nem polkorrekt ezt kimondani, hiszen egyébként Benedek pápát is a sajtóban és a politika részéről utána durva támadások érték. Igen, tehát ha csak a magyar püspöki kart megnézik, akkor is különböző vélemények vannak. Számomra, mint keresztény ember vagy hívő embernek az első mindig, hogy a pápaság intézményét semmiben nem kívánom gyengíteni, mert ez is az én identitásom. Ezért mondjuk a nyilvánosságban, vagy a nyilvánosság sekélyességében, ha Ferenc pápának azokat a szavait nem idézek a lambadúzai beszédében, ahol elítéli a hajóskapitányokat és elítéli a emberkereskedőket, és itt, ha visszatérünk az ENSZ, meg akkor először beszéljünk az emberkereskedelmről, ami nemzetközi bűncselekmény, akkor teljesen más képet kapunk, és mindazok a püspökatyák, akik ezzel az állásponttal azonosulnak, tiszteletben tartom őket, különösképpen a cigánypasztorációban elért eredményük és elkötelezettség miatt. De ugyanakkor tovább megyek, az olyan vélemények a magyar püspöki karban, mint a Márfélsek úré, azért tartom tiszteletben, mert ők tovább lépnek egyel, és világos beszédet kell alkalmaznunk, meg kell különböztetni a migrást és a menekültet. A Gaudium et Spes zsinati okmány, ami minden katolikus részére kötelező, és idézhetném pontosan is, a 76. pontjába kifejti, mi az állami illetékessége és mi az egyház illetékessége ugyanabban a kérdéskörben, és én azt mondom, hogy minden segítséget adjunk meg azoknak, akiket az állam menedékkérőknek nyilvánít. Tudnék, az egyház és egyetlen civil szervezet sem veheti át azt a felelősséget, ami a társadalom biztonságérzete és a határok biztonságát jelenti. Ezért tudok azonosulni ezekkel a véleményekkel, és még tovább tudok azonosulni azokkal a püspökökkel, akik nem szólalnak meg, mert azt ír az evangélium, hogy gyöngyöt disznók elé ne vessetek, és az látszik a magyar nyilvánosságban, hogy erről a kérdésről nem lehet korrekten, tisztességesen beszélni, hanem mindig csak kiemelünk valamelyik részt. Ez a kérdés, hogy miért, ugye erre vonatkozott az előző kérdésem is, hogy miért nem polkorrekt megfogalmazni ezeket a kritikákat, vagy akár ezeket a veszélyeket, amelyek mondjuk a muszlim tömegek beáramlásában rejlenek. Ugye 450 éves születésnapját ünnepelte most 2018. január 13-án az Unitárius Egyház, ugye ez az egyházi születésnap, ez ugye a tordai országgyűléshez és a vallás békéhez kötődik, ugye, amely előzőleg, vagy alapjaiban ugye négy
egyházra vagy felekezetre vonatkozott, keresztény felekezetekre. Majd ezt később ugye az európai felfogásban kiterjesztették a zsidó egyházra is, kikötésekkel ugyan. De nem értelmezhető, vagy a kérdésem inkább az, hogy értelmezhető-e egy az egyben az iszlámra is ez a vallásbéke, és hogyha vallásszabadság van és vallásbéke van, abban benne foglaltatik a szabad vallás kritika is. Miért nem kritizálható, miért nem elemezhető, vagy miért nem ismerhető meg az iszlám ennek? Nem ismer, az a helyzet, hogy ugye az iszlám számára a világ két részből áll, ez még ismétlem magam, Dar al-Iszlám és Dar al-Harb, ez harci terület. A muszlimoknak feladatuk az egész világot Dar al-Iszlámmá alakítani, és amint mondottam, ez nem misszionáriusok feladata, hanem a tömegeké. Na mostan a vallásszabadságot ők nem ismerik. Tehát aki nem muszlim, azok közül a zsidókat és a keresztényeket még elfogadják, de őket is csak akkor, hogyha behódolnak az iszlámnak, elfogadják azt, hogy ők másodrendű polgárok, és dzsiziát, azaz adót fizetnek a muszlimoknak. Védelmi adónak is mondják ezt, ami annyit jelent, hogy őket nem ítélik halálra, azért már nem muszlimok, és nem végzik ki őket. De ettől még terroristák esetleg megölhetik őket. De maga az állam hivatalosan hagyja őket élni, vallásukat gyakorolni. Tehát a vallásszabadságról a muszlimok nem tudnak, a gondolatszabadságról sem, véleményszabadságról sem, sajtószabadságról sem. Az a helyzet, hogy például volt olyan egyiptomi teológusuk, aki írt néhány ilyen forrás kritikát a Koránról. Halálra ítélték első fokon, másodfokon is. A legfelsőbb bíróság aztán végül számüzetésre változtatta a büntetését, és hát jelenleg Hollandiában él a feleségével együtt. Tudok egy szudáni teológusról, aki pedig azt mondta, hogy a Koránnak a korábban keletkezett szúráit, az úgynevezett a Mekkában keletkezett fejezeteket, ezeket kellene alapul venni, mert ezekben még Allah, mint türelmes, békés Isten szerepel, a későbbi szúrákban pedig már, hát mit mondjak, több antiszemita szöveg van, mint a Hitler Mein Kampfjában, a medinai szúrákban. Most ez a kártumi, szudáni teológus, muszlim ember, azt mondta, hogy vegyük alapul a mekkai szúrákat, és azok írják fölül a medinaiakat. És akkor mi történt? Halálra ítélték, és Kártum főterén felakasztották. Hogy nagyon gyakorlatilag legyen, ha már az ENSZ-ről beszélünk, az ENSZ emberi jogi egyezményét 52 arab többségű állam csak azzal a feltétellel írt alá, a teheráni nyilatkozat, hogy mindez a szárjával együtt értelmezendő. Az az se, hogy nők helyzete, halálbüntetés, vallásszabadság. Vagy önmagát tagadja meg, vagy pedig nem tudunk párbeszédet. Aszimmetrikus helyzetben nem lehet párbeszédet folytatni. És lehet, hogy kicsit politikainak tűnik, de nem félek tőle. A 2017-es választásokat megnézzük Európába, óriás plakátok és mindenfajta propaganda nélkül az első és számú kérdés a migráció kérdése volt, és ezen dőltek el a választások. Zárójelbe teszem meg, ha Magyarország európai ország, akkor Magyarország is a választások ezen fognak eldőlni. Mi itt foglalkozunk a kérdéssel, vitázunk róla, és viszonylag nyíltan a polkorrektséget elhagyva beszélünk erről a témáról. Idevág, mert aktuális esemény. Katolikus hitre tért egykori muszlim hívők írtak őszentsége Ferenc pápához egy levelet az iszlámhoz való hozzáállásának az ügyében. Megfogalmaztak számára egy kérést, ami abból állt, hogy mi hamarabb hívjon össze egy szinódust az iszlám beszéljei témában. Milyen kockázat rejlik az iszlámban, és vajon lesz-e ilyen szinódus, tehát a Vatikán, vagy a katolikus egyház, vagy a keresztény egyházak hivatalos szinten fognak-e foglalkozni ezzel az ügyel? Hát előbb hadd mondjam el azt, hogy most november 20-án, amikor a Szentatyával találkoztunk itt csoportosan, én fölvetettem neki ezt a kérdést, és mondtam, hogy az én nevem egy kicsit azzal vált elhíresülté, hogy én a migrációval foglalkozom, meg nem örülök neki.
de elmondtam, hogy nem egészen így van, de az viszont kétségtelen, az én egyházmegyém 150 évig muszlim megszállás alatt volt, az alatt minden szerzetes ház elpusztult, majdnem az összes templom elpusztult, a lakosság pedig megfeleződött. Azon kívül én valóban aggódom Európa dekrisztianizálódása és iszlamizálódása miatt. És akkor a Szent Atya nagyon nyíltan és kedvesen barátságosan elmondta, hogy ő is úgy tudja, hogy például, ha egy muszlim férfi meg muszlim nő köt házasságot, és nem lesz minden gyerek muszlim, akkor mind a kettőt megölik. Még azt is tudja, hogy a toleránsabbnak tartott Iránban is üldözik a keresztényeket, sokan vannak börtönben. Na mostan, hát ugye ez képes viszont a utána megjelent nyilatkozatai, például újévi körlevele is, az meg úgy tünteti fel a migrációt, mint egy egyértelműen pozitív jelenséget. De azért itt megjegyzem azt, hogy ez az irata korábban keletkezett, mint amikor mi beszélgettünk. De ugye hát a Szent Atyát sem szabad egy oldalon idézni, mert az ő azt is mondta, hogy senki sem fogadhat be többet, mint amennyire képes, azon kívül, hogy a migránsoknak is kötelességük tiszteletben tartani a befogadó országoknak a jogszabályait és ehhez hasonlókat, de ezeket általában elhallgatják. Márfi Gyula érsekatya és Lukács Tamás ügyvéd úr, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Sajnos lejárt a műsoridőnk, bár a témában talán még lenne több óra beszélgetési idő is. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm szépen. Nézőinknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Terc. Jövő héten ismét várom önöket, tartsanak akkor is velem. A viszontlátásra.